Jó estét kívánok! Önök az Emplén Televízió híradóját, a hírhetet látják. Már is mutatjuk legfontosabb híreinket. Ismét a katolikus keri diákja részesül Sátorajóhely polgármesterének ösztöndíjában. Jól teljesít végadófürdő, egyre kevesebb a bérlakásokban élő kintlévőséges Sárospatakon. Beszámolókat tárgyalt a pénzügyi bizottság. Bölcsi vendégekkel vetélkedtek a Sátorajóújhelyi nyugdíjasok. Ismét az 5. István katolikus szakközépiskola és gimnáziumból került ki Sátorajóújhely polgármesterének ösztöndíjasa. Kosárka Lilla az Árpádházi Szent Margit általános iskola után a katolikus keriben folytatja iskoláját. Tanulmányait mindvégig a szorgalom és a kitartás jellemezte. Az iskola tantestülete a felterjesztéssel, a város polgármestere az ösztöndíjjal ismerte el kimagasló tanulmányi és verseny eredményeit, valamint a közösségi munkában való részvételét. Kosárka Lilla már általános iskolai tanulmányait is a Sátoraljaújhelyi Katolikus Iskolában végezte. Jelenleg a katolikus keri gimnáziumi osztályának utolsó éves tanulója. Tanulmányait mindvégig a szorgalom jellemzi, melyet bizonyít a versenyeken való eredményes szereplése is. Mindemellett előrehozott érettségivel, angol nyelvből, középfokú nyelvvizsgával, valamint határozott életcélokkal rendelkezik. Ezt a munkát értékelték polgármesteri ösztöndíjjal. Nemzetközi jogász szeretnék lenni, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szeretném folytatni a tanulmányaimat, ezért is fontos nekem, hogy jó eredményeket érjek el az iskolán belül. Nagyon nagy elismerés számomra ez az ösztöndíj, és nagyon-nagyon szépen köszönöm. Lilla 10. évfolyamig vegyes humán reálosztályban tanult, mert először műszaki pályára készült. Ezt követően vette fel emelt szinten azokat a tantárgyakat, melyek a jogi egyetemhez szükségesek. Nagyon sok versenyen vett részt, tényleg a intézménynek a hírnevét öregbíti, és hát nagyon örülünk neki, hogy további tervei vannak, tovább tanul, és hát valahogy azt a koncepciónak az első kísérlete, ahogy az Árpádháziból ez az ív átkerült ugye az 5. Istvánba, és hát ő az első gimnáziumi osztályba végzettek egyike, amikor elindítottuk, pont ezért indítottuk el a gimnáziumi osztályunkat, hogy ezek a diákok ugye még gyorsabban, még könnyebben jussanak tovább a felsőoktatásba, tényleg nagyon megérdemli a díjat. A polgármester ösztöndíjas a program célja, hogy egy-egy kiemelkedő tanulmányi eredményeket elérő fiatal jutalmazásával példát állítsanak a középiskolák diákjai elé. Sátoraljaújhely polgármestere szerint a program elérte célját, hiszen a televízión, a közösségi oldalon keresztül eljut az osztálytársakhoz, iskolatársakhoz, hogy ki és miért kapta az elismerést. Kosárka Lilla esetében is ez történik, hogy van egy olyan fiatal hölgy, aki a tanulás mellett tanulmányi versenyeken is részt vesz, határozott életcélja van, és az iskola vezetés a tantestület szempontjából egy tényleg példamutató eredményt ért el már eddig is. És szerintem ez nagyon sok olyan fiatalt gondolkoztat el, aki egy hajszára van attól, hogy egy kicsit még rátegyen, egy lapáttal rátegyen, és még jobb legyen az eredménye. Az ösztöndíj program másik fontos oka, hogy a diploma a szakma megszerzése után a tehetséges fiatalok visszatérjenek a városba, a térségbe. A Sárospataki Gazdasági és Pénzügyi Bizottság legutóbbi ülésén közel 40 napirendi pont kapcsán foglalt állást, ezekben majd pénteken hoz döntést a képviselőtestület rendes ülésén. Hajdú Imre bizottsági elnök elmondta, hogy többek között a fürdő és a bérlakásokkal kapcsolatos kérdésekben olyan javaslatok születtek, amelyek a település érdekét szolgálják. Nyílt ülés keretében több mint 30 napirendi pontot tárgyalt a pénzügyi és gazdasági bizottság. Ezek között meghallgatták például a végadó fürdő tevékenységéről szóló tájékoztatót. Ebből kiderült, hogy bár tavalyi évben az időjárás nem kedvezett a fürdőzőknek, idén már sokkal jobb eredményt tudhat maga mögött. Emlékszünk rá, hogy a tavalyi év ugyanezen időszakában, amikor tárgyaltuk a fürdőbevételeit, a bizottsági ülésen felvetődött, hogy miért kevesebb a
időarányos bevétel, mint mondjuk 2013-ban volt. És hát teljesen egyértelmű volt mindenki számára, aki például nem kötözködni akart ezzel a kérdéssel, hogy azért, mert hogy a nyár, az, a tavalyi nyár az nem volt erős. Idén viszont jó idő volt. És ha jól számolom, akkor, vagy jól emlékszem, akkor 66 millió forinttal több volt az idei bevétele a fürdőnek ebben az időszakban. A bizottsági elnök szerint a kedvező időjárás mellett a fürdőben végzett felújítások és fejlesztések is hozzájárultak ahhoz, hogy a látogatói létszám és ezzel együtt a bevétel is jól alakuljon. A bizottsági ülésen köszönetünket fejeztük ki a fürdő munkatársainak és igazgatójának is, hogy ilyen szép nyarat produkáltak. Egyúttal egy következő napirendben pedig megemeltük a bérleti díjat, amit ugye már évek óta 70 millió forintot kérünk a fürdőtől azért, a patak, fürdőt üzemeltető Patakva Kft-től. Ezt most megemeltük 80 millió forinttal, és hát nagyon bízunk benne, hogy ez sikerül kigazdálkodni. Az elmúlt évek tapasztalata alapján úgy tűnik, hogy ezt fog sikerülni. Ez a szakbizottság is kiemelten foglalkozott a bérlakások kérdésével. A 3%-os infláció követő emelés mellett a tartozásokra vonatkozó kimutatást is áttekintették a tagok. Nagyon fontos tudni, hogy bérlakásra igazából csak az pályázzon, akinek nincsenek sem közüzemi elmaradásai, sem pedig a bérleti díjban való elmaradásra, mert egyébként nem fogjuk meghosszabbítani. Látszik egyébként, mert külön tájékoztatót kaptunk a bérlakásban élőknek a tartozás állományáról, ami az elmúlt évekhez képest jelentősen csökkent. Vannak, nagyon sok család került ki már ebből a körből, ahol ezen a kimutatásban felsorolják az összes közüzemi tartozást, a gázt, a villanyt, a szemetet, a vizet, illetve a lakbértartozást. Lakbértartozás az nincs egyébként, többnyire közüzemi tartozásokkal vannak elmaradások, de hát ha jól emlékszem, már csak vagy 10-15 családról van szó. Hajdú Imre bizottsági elnök szerint ez azért is nagy eredmény, mert 2006-ban, amikor átvették a város irányítását, a bérlakások tekintetében közel 100 családnak volt nagyobb összegű közüzemi, illetve lakbértartozása. Akkor csak a távhőnek 45 millió forinttal tartoztak a lakók. Most az összes kintlévőség azonban nem éri el az 5 millió forintot. Valamennyi napirend kapcsán pénteken hoz döntést a képviselőtestület. A Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény több módon végzi az idősek gondozását. Miután október az idősek hónapja, igyekeznek több felhőtlen kikapcsolódást biztosító programot is biztosítani számukra. A városban élő időseknek két helyszínen is klubfoglalkozásokat tartottak, a Köveshegyi bentlakásos otthonban pedig játékos vetélkedőt rendeztek az öregek számára, melyre a helyi klubtagok mellett meghívást kapott a Bőcsi idősek otthona is. Október az idősek hónapja. Ennek apropóján szervezett vetélkedőt az idősek számára az Egyesített Szociális Intézmény. A Köveshegyi idősek otthonában zajló eseményen egyrészt az intézmény által működtetett klubok tagjai vettek részt, másrészt a Bőcsi idősek otthona kapott meghívást. Az a célunk, feladatunk, hogy egy kicsit hangulatosabbá, színesebbé tegyük az idősek hónapja alkalmából az itt élőknek a mindennapjait, és én úgy látom, hogy nagyon jól érzik magukat, jól szórakoznak, vannak, akik játszanak, és a idősek otthonában élők közül pedig vannak, akik szurkolnak a csapatoknak. A Bőcsi idősek otthonában is igyekeznek tartalmas programokkal megtölteni a bentlakók mindennapjait. Egyházi fenntartású intézmény lévén pedig áhítatokat, istentiszteleteket és szentmiséket tartanak számukra. Az idősek hónapjában pedig a megszokottnál is nagyobb figyelmet fordítanak az idős otthon lakóira. Tiszánénani Református Egyházkerület Bőcsi idősek otthonából jöttünk. Ez nálunk hagyomány, hogy minden esztendőben megtartjuk októberben az idősek hónapját, vendégeket hívunk, és vendégeink voltak a Köveshegyi otthonnak a lakói, és most viszonozzuk a látogatást.
A versenyen résztvevő csapatoknak elméleti és ügyességi feladatokat kellett megoldaniuk. A vetélkedő többféle képességet is megmozgatott. Az időseknek meg kellett mutatniuk rajzbeli tehetségüket, énektudásukat, de az évek során felhalmozott ismereteikre is szükség volt a feladatok megoldásához. A vetélkedő első részében egy szellemi blokk volt, ahol ilyen apró villámkérdések, közmondások kiegészítése, activity, barkóba játékok szerepeltek. Aztán következett a vetélkedőben egy ügyességi blokk, ahol hát különböző játékos feladatok voltak. A vetélkedőn azt tapasztaltam, hogy néha nehezebb feladatokat könnyebben végrehajtották, és egyszerűnek tűnő feladatok nehezebben mentek. A játék az idősek számára legalább olyan fontos, mint a gyerekeknek. A Köveshegyen rendezett vetélkedő jó hangulatban telt, jó kedvre derítette a versenyzőket és a szurkolókat. Nem lehet az ember fából, ki kell rúgni a hámfából. Rendkívüli közgyűlésen választott vezetőséget a Sárospataki Polgárőr Egyesület. A tagság egyhangú szavazata mellett Aros János lett ismét az elnök. Klíma János továbbra is elnök helyettesként végzi munkáját. Mindenre azért volt szükség, mert az elnökség 4 évre szóló mandátuma most járt le. A civil szervezet egyhangúan szavazta meg a korábbi gazdasági vezetőt, valamint a titkát is, Pénzesné Csorosz Marian és Kis István személyében. A Sárospataki Polgárőr Egyesület rendkívüli közgyűlés keretében törvényi kötelezettségének tette eleget, hiszen a civil szervezet vezetőségének megválasztása érdekében ültek egy asztalhoz. Előbb azonban egy tag felvételét hagyták jóvá, így egy újabb fiatallal bővült az egyesület. Ezt követően Klíma János elnök helyettes értékelte az elmúlt 4 évben végzett közös munkát, majd a tagsága jelölést követően döntött a vezetőség összetételéről. Az elkövetkezendő 4 évben ismét Aros János lett a civil szervezet elnöke. Klíma János elnök helyettes maradt. Mindezek mellett Pénzesné Csorosz Marian gazdasági vezető és Kis István titkár is a vezetőség tagja a továbbiakban is. Klíma János ezt követően megköszönte a bizalmat, majd a jövő terveiről is beszélt. Nehéz feladatok tudunk állni a következő 4 évben, mert amit úgymond a polgárőrség keretén belül el lehet érni, mi elértünk. Nem csak a vezetés előtt, hanem a város előtt is, több példa is mutatja, és ez nagyon nehéz feladat óránk. De lépni kell tovább, a következő 4 évben is rendkívül szorgalmasan fogunk szolgálatba járni, rendkívül szorgalmasan fogunk az idősekre figyelni, és ugyanígy a gyerekekre is. Most tervezzük a óvoda meglátogatását is, és már kiskorban a gyerekeknek elmagyarázni a polgárőrségnek a munkáit, feladatait, és hogy kell részt venni a városi forgalomba, úgymond. Klíma János azt is elmondta, hogy a vezetőség egyhangú újraválasztása mutatja, hogy a civil szervezeten belül kiváló együttműködés van, és szerinte ez az alapja a tevékenykedésüknek. Én szerintem egészen biztosan tudom, hogy összetartozás. Olyan polgárőrökből állunk, aki, hát alapító tag voltam, és meg kell mondjam, itt még civakodást nem láttam a polgárőrök között. Ez nagy-nagy szó. Tehát első hívó szóra a 33-34 emberből mindig van 8-9 ember, aki ugrik. És ez nekem nagy megtiszteltetés, hogy így állnak hozzá a dolgokhoz, és így tudok hozzá viszonyulni. Nagyon ilyen tekintetben nagyon jó velük foglalkozni. Akármilyen ilyen úgymond sátoros ünnepünk van, rendezvényünk van, sosem kell nekem azon törni a fejemet, hogy kimegy szolgálatba. Van a 8-9 ember, aki állandóan jelentkezik, tehát rám telefonálnak, kell a szolgálat menni, és ez jó, és a 8-9 közé körítésnek 3-4 ember lehet szerezni bármikor, és 14 ember az meg nagyon jó. A polgárőrség már a hétvégén is fokozott jelenléttel segíti majd a Mindenszentek és a Halottak napján a temetőkhöz érkező családokat. Mindenszentek közelettével tartottak megemlékezést a sátoraljaújhelyi hősök temetőjében az ott nyugvó, a világháborúban elhunyt katonák tiszteletére. A megemlékezés idén a Honvédelmi Minisztérium szervezésében zajlott, ugyanis az első világháború 100 éves évfordulója kapcsán úgy döntöttek, hogy a vidéki helyszíneken a hősi temetőket is bevonják az eseményekbe.
Újhelyben Kunszabó László vezérőrnagy, Honvédelmi Minisztérium társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár mondott beszédet. A Honvédelmi Minisztérium külön programot indított a hadisírgondozásra. A program keretében már nem csak Budapesten, de a vidéki temetőkben is megemlékezéseket szerveznek. Szombathely után idén Sátoraljaújhelyben zajlott a minisztérium által szervezett megemlékezés. Az eseményen Kunszabó László vezérőrnagy emlékeztetett arra, hogy sok a világháborúban elesett magyar katona nyugszik idegenföldben, családtagjaik által sem ismert helyen lettek eltemetve, ugyanakkor számos nemzet katonája esett el hazánk földjén. Az itt nyugvó, több mint 1500 fiatal katona emléke előtt tisztelegve, ki kell mondanunk. Ősök voltak ők, hiszen nemzetük értékeinek megőrzése és védelme vezette őket a harcterekre. Áldozatuk nem volt hiába való. Emlékük megőrzése közös feladatunk. Nekik, az ő harcaiknak és áldozatuknak köszönhetjük a jelenünket. Ahogyan Széchenyi István fogalmaz, ha tudni akarod, hogy egy nemzet mennyire becsüli a múltját, nézd meg a temetőit. Magyarországon sorra újulnak meg a katonatemetők, méltó környezetet biztosítva az emlékezés, sőt sok esetben az elkésett, de soha nem megkésett búcsúra. A Sátoraljaújhelyi a legnagyobb első világháborús hősi temető Magyarországon. A temető helyreállítását a rendszerváltás után a Városvédő és Szépítő Egyesület vállalta fel, majd a munkához csatlakozott az Eötvös József Börtönügyi Egyesület és a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön. Ez egy országosan ismert temető, és ez a rendezvény, ez az esemény is azért érkezett ide a honvédelmi miniszter úr, illetve a minisztérium vezetői által, mert ezt minden évben Budapesten megrendezik. De a 100 éves évforduló kapcsán felvetődött az, hogy vidékre is el kellene vinni ezt a rendezvényt. Tavaly Szombathelyen volt, és idén a Újhelyi Hősök temetője ad ennek helyszínt. A hazánk földjén elesett katonákra imával emlékezett Jákob János dandártábornok, protestáns tábori püspök, Szentesi Csaba őrnagy, a katolikus tábori püspökség tábori lelkésze és Tóth Gábor fűzéri plébános. A hős katonák tömegsírai mellett, a fejfák között, mint gyermekek, unokák, dédunokák, leborulva suttogjuk ismeretlen vagy ismert neveiket. Hálát adunk önfeláldozó életükért, és a halál előtti pillanatban a Latornak is bűnbocsánatot hirdető Jézus Krisztus kegyelmébe hisszük őket. A megemlékezésen a katonáknak adott tiszteletadás jeleként a hősi emlékműnél koszorút helyeztek el a Honvédelmi Minisztérium Sátoraljaújhely önkormányzatának intézményeinek és szervezeteinek képviselői. Általános szokás, hogy minden szentek napján és az azt követő halottak napján gyertyát gyújtunk a halottakért, nem csak a temetőkben, hanem otthon is. A gyertya fénye azonban nem csak az örök világosságot jelképezi, annak lángja veszélyt is jelenthet. A statisztikák szerint az évnek ebben az időszakában megemelkedik a tűzesetek száma, ezért fokozott óvatosságra hívja fel a figyelmet az ENCSI katasztrófavédelmi kirendeltség. November 1-én minden szentekkor és az azt követő halottak napján, valamint az itthon is egyre elterjedő Halloween szokásaként az emberek gyertyákat, mécseseket vagy töklámpásokat gyújtanak. A tűzeseteket leggyakrabban az okozza, hogy ezeket könnyen meggyulladó anyagok közelében helyezik el, a keletkező lángok pedig a szabadtéren a száraz avarra, a lakásban pedig a függönyön és asztalterítőn keresztül a lakás más helyiségeire is átterjednek. Az ENCSI katasztrófavédelmi kirendeltség közleményben hívta fel a tűzesetek megelőzésének fontosságára a figyelmet. Mint írják, fontos, hogy a temetőben csak mécses tartóban gyújtsanak mécsest vagy gyertyát, ezeket a sírtól való távozás után el kell oltani. A mécsest célszerű nem éghető anyagból készült alátétre helyezni, ügyelve arra, hogy a közvetlen közelben ne legyenek gyúlékony anyagok, mert a keletkező hő lángra lobbanthatja a sírhelyen elhelyezett díszítéseket, koszorúkat, virágokat. A mécses tartó
tartót olyan stabil helyre kell rakni, ahol nem dőlhet el. Biztonságosan használható a fedővel rendelkező kegyeleti mécses. A Halloween jelmezben ünneplők körültekintően ünnepeljenek a gyertyákkal feldíszített lakásban, hiszen ezek a jelmezek gyakran jól éghető, könnyen meggyulladó anyagokból készülnek. A töklámpások használata látványos, ugyanakkor veszélyes. Kihelyezésükhöz fontos a megfelelő hely megválasztása, illetve olyan mécses használata, ami szenes időben is biztonságban égethető. Hívja fel a figyelmet az Encsi Katasztrófa Védelmi Kirendeltség. Híradónk végén főbb híreink még egyszer. Ismét a katolikus keri diáke részesül Sátoraljóújhely polgármesterének ösztöndíjában. Jól teljesít végadó fürdő, egyre kevesebb a bérlakásokban élő kintlévőséges Sáros patakon. Beszámolókat tárgyalt a pénzügyi bizottság. Bőcsi vendégekkel vetélkedtek a Sátoraljóújhelyi nyugdíjasok. Kedves nézőink, Önök az M-Plain Televízió híradóját látták, híreinket újra megtekinthetik a www.zemplintv.hu weboldalon is. Ha kérdésük, véleményük, témajavaslatuk van, írjanak nekünk a zemplintv@zemplintv.hu e-mail címre, vagy hívjanak minket a 0620 667 27 70-es telefonszámon. Mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!